A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép jó estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. A kezemben szorongatom az Alba Régia Szimfonikus Zenekar 2024-25-ös évadjának műsorát. Fantasztikus lesz. Többek között erről fogunk beszélgetni. Vendégem Ruf Tamás, a Szimfonikus Zenekar igazgatója. Tisztelettel köszöntelek, szervusz. Köszöntelek és köszöntöm a kedves nézőket. Szóval változatos színes műsorral várja a közönséget az új évadban az Alba Régia Szimfonikus Zenekar. Többek között nyilván erről is esik majd szó, a Somorjai Ferenc és a Farkas Ferenc sorozat is 4-4 koncertje mellett ünnepi hangversenyek lesztek, ahogy hozzászoktunk, egyedi esték, illetve ifjúsági bérlet, kortárs zenei sorozat, 7 mű ős bemutatója, meg annyi tökéletes, gondolom, mint az elmúlt 3 esztendőben. Cserpakovics András a sajtótájékoztatón úgy fogalmazott, hogy a magas minőséget nyújtó elkötelezett zenekar előrelátóan gondoskodott a tervezhetőségről. Ez egyébként a közönségre vonatkozik, egyre több a klasszikus zenebarát Székesfehérváron, ezt mi magunk is tapasztaljuk. Mielőtt azonban beszélgetnénk, és elsősorban azért kíváncsi lennék az elmúlt 3 esztendőre, ami azt hiszem, hogy megerősített a zenekartagjait, és megerősítette a vezetést, és természetesen az igazgatót is. De nézzük meg, hogy mit mondott a sajtótájékoztatón erről Cserpakovics András polgármester úr. Egy évadnak a kezdete az mindig ünnep, beharangozó sajtótájékoztató is az, hiszen ezután ismerhetik meg az érdeklődők, a koncertre járók, hogy mi az, amire számíthatnak a következő hónapokban, és szerencsére az Alba Régia azt időben megteszi, hogy tájékoztatja is őket, hiszen hosszú-hosszú hónapokra előre, már a 2025-ös év egy bizonyos részére, tavaszi időszakára is láthatjuk, hogy hol, mikor és milyen koncertekkel lehet majd elmenni, és szerintem érdemes lesz ezekre a koncertekre elmenni, mert valóban ahogy a kérdésben is megfogalmazódott, az elmúlt 3 év egy egyértelmű és töretlen fejlődésről szólt, és Ruf Tamás igazgató úr személyében és a mögött álló szakmai csapat is megkapta a bizalmat arra, hogy a következő 5 évben ezt az építkezést, ezt a folyamatos fejlődést jelentő eredményező munkát folytatni tudják. A stabilitás tehát megvan, és biztos vagyok benne, hogy a koncertek szépsége, gyönyörű élménye is meg lesz. Az épülethez is hozzá fogunk nyúlni, ahol a zenekar dolgozik, a mindennapokban a próbákat végzi, egy jelentős felújítást fog kapni, és remélem, hogy tudunk előrelépni a zenészek megbecsülése, illetve az eszközök, hangszervásárlás tekintetében is. Ez volt, és ez jellemezte az elmúlt időszakot, és bízom benne, hogy ez lesz jellemző a következő évekre. És egy dologra kérem a fehérváriakat, a zeneszerető embereket, hogy az Alba Régia Szimfonikus Zenekar megérdemli a bizalmat. Higgyel mindenki, aki jegyet vásárol, ezekre a koncertekre nagy élményben lesz része, szép élményekkel, értékekben, gazdag másfél-két óra elteltése után fog hazamenni, úgyhogy érdemes jönni, jegyet vásárolni. Nos, hát előjáróban köszönjük és köszönöm a zenebarátok nevében is a 3 esztendőt neked, és természetesen a zenekar valamennyit a vezetőjének és tagjának. És hát gratulálok az újabb 5 esztendőhöz, lesz dolgotok bőven, nincs kétségem felőle, hiszen már önmagában ez az évad műsorterve is ezt jelzi. Viszont egy kicsit menjünk vissza az időben, hiszen az elmúlt 3 év nem volt mentes a problémáktól sem, építkezni kellett. Itt most nyilván a problémákról a koronavírus járvány és a többi, de azt hagyjuk, viszont elindult egy olyan folyamat, amit itt jellemzett polgármester úr is, és ott is hallhattunk róla bőségesen, elkezdtetek építkezni, és ez mind-mind a zeneszeretők, illetve a látogatottságot emelte. Kezdjük ezzel az elmúlt 3 év tanulságaival. Mi volt az alapvető feladat abban a pillanatban, amikor megtörtént a kinevezés? Azért örülök ennek a kérdésnek, mert megfogalmaztad, hogy feladat. És előtte pedig a problémákat említetted, hogy mindig akármi is történt, elsősorban nem problémának, hanem feladatnak éltük meg. Megoldandó helyzetek voltak, és igyekeztünk mindig a szakmai oldalról megközelíteni. Szerintem ez egy nagyon fontos dolog minden társulat életében, legyen az egy
egy színi társulat, legyen az egy zenekar, hogy mindig a lehető leginkább a szakmai oldalról közelítsék meg a megoldandó feladatokat. Ez egyfelől garantál egy vélhetően egy jó kvalitást, egy megfelelő minőséget, egy óra törekvést, másfelől megkérdőjelezhetetlen. Tehát nem személyválogatás, nem feltétlen anyagi, gazdasági kérdés, hanem pusztán egy jó értelembe vett tiszta szakmai döntések sorozata. Mi erre az útra léptünk rá a kollégáimmal, és azt kell mondanom, most ez nem nagy idő egy társulat életében, 3 év, de az elmúlt 3 év visszaigazolta, hogy ez a szakmaiság, ez hozza azt a minőséget, amit mi szerettünk volna mind a közönségnek, a fehérvári polgároknak, mind pedig a zenészeknek garantálni. Ugye új csapat alakult, részben legalábbis, és ez pedig hozta magával az új műsorrendet is. Tehát gondolok itt elsősorban, hogy fókuszba került a kortárs is, ugyanakkor Dobszai Péter vezényletével és a visszatérő csapat, ami eddig is volt, egy olyan műsorrend alakult ki, ami nagyon-nagyon fontos. Ehhez viszont kellettek új muzsikusok is, nyilvánvaló. Azt hiszem, hogy fontos lépcső volt ez is. Igen, ez két fontos eleme van szerintem ennek a témának. Egyfelől van egy természetes fluktuáció, tehát az élet velejárója, hogy egy együttesben van némi mozgás. És nagyon sokszor nincs is ennek mondjuk más oka, mint mondjuk valakinek a családi élete, hogy megváltoztak a körülmények, elköltöznek egyik városból a másikba, másra van szükségük, egész egyszerűen az élet ezt hozza. Aztán persze vannak ennek szakmai oldalai is, van, aki egy fejlődésként éli meg ebbe a zenekarba, vagy bármelyik zenekarba bekerülését. Van, aki egy fejlődési szakasznak nevezzük, mondjuk ugródeszkának, és akkor megy tovább egy másik együttesbe. Tehát ilyen típusú mozgások is voltak nálunk. Ez az egyik, ez szerintem az élet velejárója, teljesen természetes. A másik, hogy így van, hogy kellett felvennünk új kollégákat, új muzsikusokat, hiszen ahogy a bevezetőben polgármester úr is jelezte, elindult egy nagyon áldásos bővülés, és a város, azt gondolom, hogy elmondhatom, vagy így ki lehet jelenteni a nézők előtt, hogy nem csak igyekszik megbecsülni, hanem valóban meg is becsüli az itt dolgozó művészeit. Ez a megbecsülés azt is jelenti, hogy mi tudtunk bővülni, tudtunk új kollégákat felvenni. Fiatalabbakat is, és régebb óta fiatalabbakat is. Jó híre van a zenekarnak, nagyon-nagyon. Az elmúlt 3 évben szerintem az egyik legfontosabb eredmény, hogy nagyon pozitív híre lett a zenekarnak országos viszonylatban, és nem csupán, és ezt idézőben mondom, hogy csupán vidéki viszonylatban, hanem Budapest. Ugye Budapest közelsége áldásos is, és egyben nehézséget is okoz Fehérvár sok szakterületén, így a művészetnél is, de felfigyeltek arra, hogy hűha, valami történik Fehérváron, és a vendégkarmesterek, a vendégmuzsikusok, művészek mind hál' Istennek jó hírünket vitték, és ez ennek köszönhető többek között, hogy nagyon nagy szeretettel jönnek hozzánk próbát játszani, és szeretnének elhelyezkedni. Fontos volt az is, hogy javításra került, javítani tudtátok a hangszerparkot. Ez egy óriási lépés mindenféle értelemben. Igen, ez egy végtelen történet. Tehát, hogyha belegondolunk, hogy egy szimfonikus zenekar 50-60, vagy éppen egy filharmonikus zenekar 90-100-110 fős társulatának a hangszerparkját egyfelől létrehozni, mit jelent, amikor egy átlagos hangszer mondjuk 5 millió forintba kerül, és 5-től fölfelé indulnak a professzionális hangszerek, mondjuk most mondok egy vad dolgot, 12-15 millió forint tud lenni mondjuk egy fagot, vagy egy tuba is 10 millió forint felett van, de akár egy vadászkürt. A hegedű, a vonós hangszerek az egy teljesen külön kategória, ezek meg még drágábbak tudnak lenni. Szóval, ha azt nézzük, hogy ez önmagában egy mekkora tétel, az egy megdöbbentő számot tud produkálni. És ugye, ahogy mondtad, ezeket a hangszereket karban tartani kell, ezeket fejleszteni kell, ezeket a hangszerparkokat, hogyha egyszerűen akarom fogalmazni, ugyanúgy cserélni kellene, mint mondjuk egy céges autós flottát például. Ezek a hangszerek ugyanúgy napi használatban vannak, kopnak, elhasználódnak, szóval, és nagyon-nagyon vigyázni kell rájuk. Tehát ez egy kiszámított fejlődési pálya volt? Ez egy kiszámított fejlődési pálya volt,
mi a lassú fejlődés pályájára léptünk, tehát nem, egyrészt nem rontottunk rá a fenntartóra, ajtóstól, hogy most azonnal ennyi meg ennyi pénzre van szükség, különben itt nem lesz semmi, hanem, ahogy említettem, mi felvázoltunk egy nagyon koncepcionális, hosszú, lassú szakmai utat, és ehhez próbáltuk hozzárendelni a képességeinket, eszközeinket, és ebben volt partner a fenntartó önkormányzat. És ez nyilván a személyügyi, illetve a gazdasági változások is meghozták a sikert. Plusz, hogy sikerült egy olyan műsortervet végrehajtani, illetve előterjeszteni, majd végrehajtani, ami vonzotta a közönséget is. Mennyit változott a közönség, miként látod? A közönségünk bővül, azért azt, ha lassan, de biztosan bővül, talán egy kicsit fiatalodott a közönség. Nem vagyunk könnyű helyzetben, azt gondolom. Tehát az egész klasszikus zenei éra nagyon nehéz helyzetben van, és ez nem gondolnám, hogy országos, hanem inkább világviszonylatban is elmondható. Olyan dolgokkal kell versenyeznünk, a hagyományos érték teremtés, érték megőrzés, vagy éppen az érték mentés mentén, hogy azért az nem egy egyszerű. Tehát a mai, tudom, hogy ezek elcsépelt szavak, de ebben a felgyorsult, okostelefonos, nagyon-nagyon internet függővé tett világban azért nehéz helyzete van a klasszikus zenének. Ugyanakkor nekünk ez egy meggyőződésünk és hitünk, hogy ha ezt mi nem tesszük, akkor ki teszi. Tehát, hogy muszáj, hogy ezzel foglalkozzunk, mert azt gondolom, hogy ezzel értéket fogunk a jövő nemzedékére hagyni. Nagyon fontos lépés volt megteremteni a lehetőségét, hogy egy fiatal korosztály is elinduljon, és megszeresse a klasszikus zenét. Én azt hiszem, hogy teli találat volt, és ugye folytatódik természetesen a zenekar székházában azok a találkozók, ahol nem csak a felnőttek, hanem különböző diákcsoportok is megismerhetik a klasszikus zenét. Így van. Hát tulajdonképpen a hangverseny sorozataink, akár a Farkasbérletről beszélhetünk, amelyik ugye a színházban a nagy zenekoros repertoárt mutatja be, akár a kisebb együttest foglalkoztató kamarazenéről, ugye a Somorjai Bérlettel, vagy épp a partitúrával, ami az ifjúsági hangversenysorozatunk, bérletünk. Ez egy nagyon-nagyon jó örökség. Tehát tulajdonképpen az előző vezetés ezeket az irányokat lefektette. És amikor megnyertük ezzel a művészeti vezetői csapattal az előző 3 éves ciklust, akkor fel kellett térképezni, meg kellett nézni, hogy tulajdonképpen milyen alapok vannak lerakva, melyik irányjal tudunk azonosulni, melyikkel nem tudunk azonosulni, melyiket kell egy kicsit máshogy felöltöztetni. És azt gondolom, hogy mára jutottunk el oda, hogy valóban a mi koncepciónk szerint, a mi elgondolásunk szerint öltöztettük fel ezeket a sorozatokat. Például ugye az ifjúsági sorozatot, a partitúrát, ami abban két dologban változott jelentősen, vagy lett kicsit másképp felöltöztetve. Az egyik, hogy lett egy állandó házigazdája, aki ő maga se gondolta volna az elején, de aztán megbíztam ezzel a nagyon érdekes és nagyon nemes feladattal. Ugye Dobri Dániel kortárs művészeti vezetőnk, aki viszonylag gyorsan kiderült, hogy jól szót ért a fiatalokkal. Ugye egyrészt saját korából és habitusából adódóan is, másrészt azért zeneszerző. Tehát van benne egy valami olyan plusz, egy olyan fura dolog, ami úgymond az utca emberében nincs meg. Hát ettől művész a művész. Más a megközelítés. Ettől művész a művész, és valahogy a fiatalok nagyon szeretik. Tehát így egész egyszerűen csüngnek a szavain, hogy vajon most mit fog mondani Mozartról ez a zeneszerző. És egyébként érdekes dolgokat szokott mondani róla, de maga a karakter, ez azt gondolom, hogy jót tett ennek a sorozatnak, hogy van egy állandó, ilyen valóban egy zeneszerző, egy ilyen különleges karaktere. A másik pedig, hogy behoztuk a zenekari székházba. Ugye előtte a színházban voltunk, a színház a maga nemességével, a maga pompájával
utánozhatatlan, de mégiscsak megvan az, hogy itt van a színpad, és ott vannak a nézők. És ez egy óhatatlanul is egy távolságtartás. Behoztuk a sorozatot a zenekari székházba, ahol tulajdonképpen az első sor ilyen közelül a zenészekhez, mint ahogy mi most beszélgetünk, és egészen családiassá. Egy bensőséges hangulat alakult ki. Egy bensőséges családi hangulat lett, ráadásul egy valós műhely munkává alakult. Tehát, hogy azért azt én szoktam látni, beülök kicsit, és nézem hátulról a közönség sorai hátom mögül, hogy reagálnak a fiatalok, és így hajolnak közel, hogy vajon mi történik ott, meg hogyan játszanak azon a hangszeren. Igen, és lubickolnak az egész történetben. Úgyhogy ez teli találat a Dobri Dani részéről is nyilván, és ráadásul korán sem mindegy, hogy kiket hív meg, mert olyan közéleti személyiségeket, olyan zeneszerzőket, akik szintén értenek a fiatalok nyelvén. Tehát nem terminus technikusokban magyarázzák el. Viszont egy nagyon érdekes gondolatsor is elhangzott, egy mondat. Ugye bejelentetted, hogy a közönség kérésének megfelelően gondoskodni fogsz első számú vezetőként arról, hogy a Dobszai Péter többször lépjen a közönség elé. Ezen egyáltalán nem csodálkoztam, mert eddig is azért láttuk, de ő is egy olyan különleges személyiség a vezetésben, és hozzáteszem természetesen, hogy az első hegedűsök, tehát Bújtor Balázs és a gyönyörűséges ifjú hölgy, Ilosfai Csenge is egy olyan csapat, meg hát a többiek egyértelmű, a szólisták, de az egész csapat, akik vonzák a közönséget. Viszont Dobszai Péter más. Igen, Péternek megvan az a különleges kisugárzása, ami tulajdonképpen nem nagyon lehet szavakba önteni. Hogy mitől lesz egy karmester, és nem azt mondom, hogy jobb, hanem mitől lesz más, mint a többi karmester. Mi emeli ki az átlagból? Mitől fogja szeretni a közönség? Mitől lesz ő ismert, vagy elismert? Erre azért túl sok, nagyon sok recept van, de igazán jól bevált recept nincs. Nem nagyon lehet megfogni, hogy melyik karmester lesz valóban a közönségnek a kedvére, és melyik nem. Számos kiváló karmester kollega van a világban, akik nem arattak közönségsikert, miközben óriási szakemberek. És számos olyan van, aki meg a maga bohém megjelenésében, és itt nem Péterről beszélünk, azt hozzáteszem, hogy nem bohém művész, hanem egy nagyon precíz, nagyon-nagyon rendszerben élő és gondolkodó fiatal művész. De hogy nagyon sok olyan művész van, akire nincs magyarázat, hogy miért lett a közönség kedvence, egész egyszerűen ez jön belőle. És nagyon gyorsan megszerette Pétert a fehérvári közönség. Van egy olyan belső kisugárzása, hogy kijön a színpadra, és őt egész egyszerűen szeretik. És nagyon sok kérdés érkezett, hogy miért nem vezényel többet, ugye? És ennek nagyon egyszerű oka volt egyébként. Volt, aki azt mondta, attól félt, hogy hú, elment Szegedre, soha többet nem látjuk. Ez nem így van. Ugye mi zenekart építünk, és ugyanolyan, ahhoz tudom hasonlítani, mint egy házépítés. Biztos van a kedves nézők között is olyan, aki már bajlódott házépítéssel. Nekem is szerintem ez egy ilyen kedvenc időtöltésem, vagy hobbim, az építkezés, a fúrás, faragás, vagy lakásfelújítás. A zenekarépítés vagy a társulatépítés ez ugyanolyan. Le kell rakni az alapokat, még az alapot is meg kell előtte tervezni, kiásni, megalapozni. Alapot rakunk, falakat építünk, berendezzük, feldíszítjük, és véget nem érő munka, mert mindig lehet újra csinálni, és mindig lehet szebbé tenni. Úgyhogy a zenekari munkánknak az építkezése első fázisa az volt, hogy Péterrel nagyon-nagyon sokat dolgozzon a zenekar, legyen egy belső műhely munka. Aztán léptünk egy szintet, utána az volt a zenekari építkezés következő fázisa, kellett hívni külső, minél több, lehetőleg minél több külső vendégművészt, karmestert, akikkel ez a műhely munka egy másik szintre tudott lépni. Most megint ott vagyunk, hogy a zenekarunk elkezdett nőni, növekedni, fejlődni. Ez a szint, amit most elértünk, ezeket a képességeket kell megint egy belső műhely munkával magunkévá tenni, valóban birtokolni ezt a képességet, ezt a tudástárat, és ehhez kell az, hogy Péter most megint többet legyen a zenekarral. Úgyhogy a zenekarnak is ez volt az érdeke, meg a nézőknek a kívánsága is így teljesül, úgyhogy Péter gyakorlatilag havi rendszerességgel
szinte minden műfajban jelen lesz a következő évadban. Tehát jó utakon jár az a fajta értékteremtés, amit annak idején, amikor elvállaltad ezt a feladatot, amit tulajdonképpen kitűztél célul, mondom én. Ez vonatkozik a zenekarra, de hála Istennek vonatkozik a nézőkre is. Tehát amikor nézzük, hogy miként lehet értéket teremteni, akkor ez egy nagyon jó út. Annál is inkább, mert ugye még egyszer mondom, hogy kedves nézőink, tehát somorjai sorozat, egyedi koncertek, ünnepi sorozat, Farkas Ferenc természetesen, és ugye a Farkas Ferenccel kezdődik, egy vándorlegény dalai, az már is egy egészen különleges Dobri Dani Dézir, Mahler, Brahms és Szélpál Szilveszter énekművész. Ez tudatos, hogy egy ilyen fajsúlyos történet kerüljön az érre, ha úgy tetszik? Mindenképpen tudatos. Az idei évben igyekeztünk úgy összeállítani a műsort, hogy amint az imént mondtam, hogy a most arra megszerzett képességeinket egy kicsit úgy meg tudjuk csillogtatni, meg tudja magát mutatni a zenekar a maga valójában, a maga pompájában a színpadon, és ezek a fajsúlyosabb művek már így kerültek összeválogatásra, hogy most egy kicsit ugye a zenekar kerül előtérbe. Nem feltétlenül a meghívott szólista, nem feltétlenül a karmester fog úgymond egyedül csillogni és lubickolni, hogy maga a teljes zenekar tudja megmutatni a tudását, és ezek a művek pontosan ezt a cél szolgálják. Most hát érdeklődéssel várjuk, és én köszönöm minden klasszikus zenebarát nevében, hogy egy ilyen programot tártatok elénk, nincs kétségem felőle, hogy teltház lesz folyamatosan. Hát amit megérdemel a zenekar, és megérdemeltek ti is a vezetők, és köszönöm szépen ezt az utat, ez egy jó út, és azt hiszem, hogy ezt most már a székesfehérváriak is, illetve az ide látogatók is tudják. Köszönöm, hogy megtiszteltél. Én köszönöm a bizalmat. Kedves nézőink, az Alba Regia Szimfonikus Zenekar évadáról beszélgettünk. Az első beszélgetés vendége Ruf Tamás volt igazgató, akivel egy kicsit áttekintettük az elmúlt 3 esztendőt, és nyilván azt a következő 5 évet, ami minden zenerajongó számára nagy várakozással tölt el. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra! A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.